Köszöntöm a Háttér Extra nézőit a pénteki adásunkban, és egy picit arról fogunk beszélgetni azokról a nehézségekről, amik természetesen ebben az időszakban előjönnek az életünkből. Ilyen vagy olyan módon már említettünk és szótejtettünk arról, hogy nagyon sokan veszítik el a munkájukat nap mint nap, és sajnos ez továbbra is így van. Ismét itt van velünk Márti Budapestről, Skype-on keresztül. Szia! Sziasztok, szép napot kívánok! Először is megint köszönöm, hogy itt vagy velünk. Mindig öröm téged látni, és most már a nézők is ismerhetnek téged. Arcol is még jobban, nem csak az én műsoromból, mert ugye a te Jelenlét című műsorod is folyamatosan látható nálunk. Köszönöm szépen! A munkahely elvesztésével most halmozottan sok negatív érzés és gondolat tornyosul a lelkünkben és a fejünkben. Nem csak azért, mert elvesztettük a munkánkat, hanem elvesztettük azt a fajta szabadságunkat, hogy pályázhatunk más állásokra, hogy tervezni tudjunk, hogy interjúkra mehessünk, hogy időpontot kapjunk az interjúkra, tehát nem látjuk a jövőt, és nem látjuk azokat az eszközöket, amelyeket korábban használtunk arra vonatkozóan, hogy pályázzunk állásokra. Ezzel együtt elvesztettük azt a fajta szabadságunkat is, ami a munka köré lett felépítve, azzal elmegyek otthonról, úgymond egy kicsit a szomorúságomat kijöntöm másút, mint a családomra, a családi körön belül. Egy picit leteszem a terheket házon kívül, tehát, hogy most minden bent történik a falak között, a család szeme füle hallatára, láttára, tehát, hogy ez most halmozottan traumaként jelenhet meg az emberek lelkében, és erre most különösen oda kell, hogy figyeljünk. Aki elveszte a munkáját most. Nagyon-nagyon fontos, hogy jó mély levegőt vegyen, még mielőtt bárhova is elkezd pályázni, és gondolja végig most azt, amit korábban nem tehetett meg, hogy milyen álmai voltak, milyen céljai voltak korábban, amelyeket esetleg kompromisszumként föladtak, vagy siettek, vagy a hitelek siettették őket, hogy elfogadjanak olyan állásokat is, amelyeket utólag esetleg megbántak, de elviseltek. Mérjük fel, nagyon fontos most újra a készségeinket, a képességeinket, mérjük fel a vágyainkat, és mérjük fel azt, ami az utóbbi években igazán motivált minket. Csak arra fókuszáljunk, hogy mi az, amire vágytunk, és mi az, ami motivált, és ezt keressük a következő munkahelyen, illetve kezdjünk pályázni, ne várjunk az időszak végére. Hát ez egy rossz, ugye? Hogyha most bele süppedünk, és ugye a bánatunkba, vagy a szomorúságunkba, és hagyjuk magunkat ugye úgymond lezuhanni, az annál rosszabb. De mondjuk itt jön a nyilván akinek van családot, mert olyan is van, aki egyedülálló, na de, tehát kell a segítség így vagy úgy, hogy újra. Mindenféleképpen kell a segítség, és itt most nem csak a lelki segítségre gondolok, hanem kell a fejvadásztokat most megkeresni, kell velük beszélgetni, azért, mert most lehet, hogy a fókuszunk nem olyan tiszta, a gondolkodásunk nem olyan tiszta, mint korábban volt, amikor állást kerestünk. Hiszen, mint mondtam, halmozottan vesztességérzésünk lehet, még olyan is, ami nem feltétlenül tudatos. Nagyon fontos, hogy most sem kompromisszumból vállaljunk be valamit. Vagy hogyha mégiscsak ezt tennénk, akkor szabjuk meg a határidejét. És most adok egy gyors példát, nagyon sokan elvesztették a munkájukat, és elmentek futárnak. Rendben, nagyon jól tették, hogy elmentek futárnak, meggyőződésem, hogy ezt nem tartósan akarják csinálni. Tehát, hogy létezik egy terv, egy rövid távú és egy kicsit hosszabb, egy középtávú tervnek kell, hogy legyen. Elvállalhatsz kompromisszumokat, de tudd, hogy mikor ér véget. Különben nagyon nehezen fogod elviselni, és mély nyomokat fog hagyni benned. Korosztályokra is bonthatjuk? Szerintem abszolút. Vagy korosztályokra, illetve arra, hogy milyen hosszan is hol dolgozott valaki. Mi van azokkal, akkor kezdjük ott, beszélj légy szíves nyilván a korosztályokról, és ki hogyan kezeli, melyik korosztály hogyan kezeli ezt az egészet, illetve arról is, hogy mondjuk mi van akkor, hogyha nyilván egy éve működő helyről jöttünk el, vagy akár már évtizedek óta ott dolgoztunk, és most kényszerültünk arra, hogy elveszítsük ugye ezt a pozíciónkat.
Nem feltétlenül a kor számít, hanem az, hogy mit tettünk bele a munka fogalmába. Mit építettünk köré? Az, hogy a munka az önbecsülésünket javította, önbizalmat adott, esetleg a pozíció olyan értéket adott, amitől mi úgy éreztük, hogy fontosak vagyunk, tehát hogy inkább ezek a fontosak, mint a kor. Mert van például 26 éves ügyfelem is, és két céget vezet, és most mind a kettőt elvesztette. Mert hogy pont turizmussal foglalkoztak. És nála is kértem, hogy 2 hetet pihenjen, és mindenkit kérek, hogy egy picit pihenjen, ne sokat, 1-2 hetet, engedj el, amit el kell engedni a korábbi munkahely kapcsán, rossz érzések, vesztességérzet, stb. Vonja le a tanulságokat, és nézze meg, hogy mit tud most újjáépíteni, vagy újraépíteni, vagy egyszerűen újra kezdeni, mert lehet, hogy valamit valamikor elkezdett, és nem folytatta. És nézze meg, hogy ez a munkahely, amit pont elveszített, mit vitt el tőle. Nagyon fontos, hogy a károkat felmérjük. És azokat az érzéseket, amelyeket elvitt a munkahely, mint fontosság, azokat próbáljuk most máshonnan beszerezni. Önbizalom, önbecsülés, az, hogy fontos vagyok a társadalomnak. Tehát, hogy ezeket meg kell, hogy találjon másút is, mint a munkahelyen. Nagyon érdekes most, hogy a korcsoportokról beszéltél, hogy például egy fiatal Y-os nem feltétlenül mutatkozik úgy be, hogy én egy középvezető vagy egy team leader vagyok ennél meg ennél a cégnél, hanem ők inkább a céget tartják fontosnak, hogy kit szolgálnak, és a saját személyes szabadságukat. Tehát, hogyha ők most elveszítik a munkájukat, akkor én úgy gondolom, és legalábbis a tapasztalat azt mutatja, hogy gyorsan tudnak újra tervezni. Gyorsabban tudnak újra tervezni. Itt azt hiszem, hogy sokkal súlyosabb a 35 év fölöttiekkel, akiknek egy kicsit még a régi értékekből hoztak magukkal ugye a minták a szülőktől, és tették bele a munka fogalmába, mint olyan. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy ezeket leszeparáljuk, és megnézzük, hogy a következő munkahelynek munkahelynek kell lennie, és nem másnak, és nem az a hely, ami valamivé tesz engem. A munka rendkívül fontos, valóban nemesít, de nem minden. A minden bennünk van, a családunk adja hozzá az értékeket, illetve mi magunk vagyunk a minden. Gondolom az is fontos, amikor ebbe a helyzetbe kerülünk, hogy ne feltétlen az elkeseredettség, a düh vezéreljen bennünket, és azokat, nyilván keressük az okokat, de nyilvánvaló, hogy ez a különleges és nagyon nehéz helyzet, ami most van, nem feltétlen azért teremtődik, mert én rosszul végeztem a dolgomat. Tehát a végeredmény, hogy elbocsájtottak, az nem azért van, mert én rosszul végeztem a munkámat, hanem egy kényszerhelyzet eredménye. Tehát ez is egy nagyon fontos dolog, ugye? Igen, fontos tisztázni az érzéseket és a körülményeket, és ezért mondtam, hogy kell más jellegű segítség is ezek tisztázására, mert mivel mi benne vagyunk a körforgásában ezeknek a negatív érzelmeknek, nem biztos, hogy látjuk tisztán, hogy mit vesztettem el. Tehát, hogy csak a vesztesség foglalja el, úgymond a minden porcikánkat, a gondolatainkat, és nem tudjuk tisztán látni, és ehhez egy családtag is megfelelő, hogy egy nagyon tisztázó beszélgetést elindítsunk, és elindítson arra vonatkozóan, hogy mi a te hibád ebben, illetve hogyha van valami tanulnivaló ebben, mert hogy kell, hogy legyen. A vállalkozók többségénél, például akik most munkát vesztettek, van tanulnivaló benne. Miért nem volt egy másik láb, miért volt minden egy alap pillére helyezve, tehát hogy van benne lecke, kétségtelenül, de ezt is valahol alázattal és gyengétséggel kell elfogadnunk. Emberből vagyunk, nem vagyunk robotok, hibázhatunk. A munkáltató is hibázhat, és neki is el kell nézni. Ugyanakkor meg úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy amit mondtál a dühre, vagy a keserűségre, a szomorúságra, hogy fogadjuk el ezeket az érzéseket, mert részei egy gyász folyamatnak, gyászoljuk a munkahelyünket, és mindent, amit vele együtt éltünk át. A kollégák, a nevetés, az idegeskedés, a teljesítmény. Nagyon-nagyon sokan úgy élik meg nehezen ezeket a munkahely veszteségeket, hogy ők maximalisták, és mindent oda helyeztek. Tehát, hogyha van munkahelyem, és én ott valamilyen vezetői pozícióban vagyok, akkor valaki vagyok.
meg kell nyugtatni ezeket a személyeket arról, hogy nem attól volt valaki, amit ott produkált, hanem egyébként attól, ami benne van forrásként. Csak hogy ez nem fog menni magától, tehát hogy ehhez mindenképpen kell segíteni. Igen, és hogy nem fog menni magától, és hogy mi van akkor, ha ez megtörténik, az újrakezdés, az előre látás, akkor zárjuk ezzel, részben már említetted, de mi kell ahhoz igazán, hogy egy ilyen helyzetből talpra álljunk, és minél hamarabb megtaláljuk újra a helyünket. Fogadjuk el az érzéseinket, folytassunk beszélgetéseket azokkal, akikben megbízunk, fogadjunk gyorsan egy fejvadászt, legyen egy coachunk, és kezdjünk tervezni és gyorsan lépni, mert 3-4 hét múlva a konkurencia sokkal nagyobb lesz a piacon. És most van itt az idő arra, hogy lépjél, és nem holnap. Márti, nagyon szépen köszönöm, nagyon köszönöm hogy ismét itt voltál velünk, és minden jót kívánunk nektek is. Köszönöm szépen, szép hétvégét mindenkinek!